Igen, volt egyszer egy vadnyugat, és körülbelül 100 évig tartott, ameddig az emberek, a polgárok fellázadtak, és részben a rendőrökön, a marsalokon keresztül, aztán a bíróságon keresztül, ügyészségen keresztül elérték azt, hogy a vadnyugat megszűnt, és 100 év után ugyan nagyon sok embernek van még mindig pisztolya, néha bizony a világon az is előfordul, hogy lelőnek valakit, de ettől függetlenül a vadnyugat megszűnt. Sajnos most van egyszer egy vadnyugat, egy új 100 évet élünk meg, körülbelül 2000 körül kezdődtek el, plusz-minusz 5 év, visszaélések az interneten, olyan visszaélések, amiről most ezen a konferencián beszélni fogunk. Ezen a konferencián beszélni fogunk legsúlyosabb történetekről, például pedofíliáról, olyanról, hogy ez bizony egy dollárba kifejezve egy milliárdos üzlet. Beszélni fogunk gyerekek zaklatásáról, beszélni fogunk olyasmiről is, hogy a bankok egyre jobban kénytelen, kelletlen védekeznek, hiszen nagyon sok ügyfelüknek a számláját kirabolják, és hát sajnos arról is, hogy ebben az egész rendszerben, akármennyire is meglepő, nem az informatika a leggyengébb, hanem az ember. Az ember, akit sokkal könnyebben meg lehet téveszteni, mint az informatikát, aki bizony ragaszkodik egy PIN-kódhoz, ragaszkodik egy jelszóhoz, ragaszkodik mondjuk egy számlaszámhoz, de ha valakiből kicsalják, akkor az informatika szót fogad, és megcsinálja azt, amire kérik. Ezekről a témákról fogunk ma beszélni, és holnap folytatjuk. Szerencsére nagyon sok szakember van itt, remélem, hogy még többen leszünk, mert több mint 200-an jeleztek be, és jelezték, hogy itt lesznek. Úgyhogy szeretettel köszöntöm Önöket, érezzék jól magukat, jó előadásokat kívánok Önöknek, és szeretném bemutatni Gonda Gábor urat, aki a Telekomnak a vezérigazgató helyettese, és segített abban, hogy minek után renoválás miatt kiszorultunk az akadémiáról, itt megtartassuk ezt a konferenciát, és különben is a gyermekmentőnek régi oszlopos tagja és elnökségi tagja is. Köszönöm szépen. Én nem készültem ilyen vadnyugati videóval, meg egyáltalán kicsit félve jeleztem a Péternek, hogy amikor ennyire innovatív, akkor mindig egy kicsit megijedek, de lássuk be, hogy valószínűleg kiszorította belőle is a társadalom azt, hogy ilyen komoly eszközökhöz nyúljon, és ma már nem csak egy brosúrából felolvassa a köszöntőjét, hanem egy kis videóval készült. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és örömmel adtunk helyet ennek a rendezvénynek a mai napon, meg a holnapi napon is. Reméljük, hogy méltó környezet lesz ahhoz, hogy ezeket az egyébként nagyon nehéz témákat jól ki lehessen beszélni. Mi, mint Telekom, azt hiszem, hogy talán két dolog miatt mondhatjuk azt, hogy kifejezetten szívesen léptünk be ebbe a beszélgetésbe, meg egyáltalán a konferencia szervezésbe. Egyrésztről maga a kiberbiztonság az nekünk is egy, mondjuk azt, hogy hétköznapi kenyerünk, egy rendkívül fontos téma, amivel nagyon-nagyon komolyan azt gondolom, hogy professzionális szinten foglalkozunk. Másik oldalról meg, ahogy a Péter is mondta, a gyermekmentő szolgálattal nagyon hosszú időre visszanyúló kapcsolatunk van. Így hát aztán örömmel álltunk ennek a felkérésnek rendelkezésére. Minden esetre, rövidre vágva és nem szaporítva a szót, én is jó időtöltést és jó szakmai tartalmakat kívánok minden jelenlévőnek, és remélem még egyszer, hogy jól fogják érezni magukat itt a Telekom székházban. Köszönöm szépen!
Köszönöm a köszöntőt, és ezt a mondatot tudatosan csak a végén mondom el. A Telekom már olyan mértékben is részt vesz ebben a konferenciában. Legtöbb gyereknek van már mobiltelefonja, legtöbb gyerek már a mobiltelefonján keresztül kapja mondjuk a zseppénzét, és erről a bankok majd hosszasan fognak beszélni, hogy és a gyerekeket a mobiltelefonon keresztül hogy csapják be. Felkérném az első előadónkat, Kolányi Bencét, hogy tartsa meg az előadását, és szeretném jelezni, hogy mi szigorúak vagyunk, ergo mindenkinek az időkeretet is be kell tartani. Parancsoljon!